következő előadást azt a Bakonyi Tibor fogja tartani, mégpedig a, hát az IRCA projektekről. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, üdvözlök mindenkit. Az IRCA projekt, illetve program idején ugye főosztályvezetőként éltem végig ezt az időszakot, illetve a Tarcsai Pál oréklős szakértő után én lettem az IRCA programirányítója, és hát ilyen minőségben volt szerencsém közelről végigkísérni a történetet. Hát mi is volt ez a történet igazából? Ugye a 2001 és 2007 közötti időszakban a központosított Oracle alkalmazások fejlesztéséről, illetve a hozzájuk tartozó infrastruktúra kialakításáról szólt ez a történet. Fontosak úgy gondolom az előzmények is, és a végén szólnék egy kicsit az utóéletéről is. Itt visszatérnék a már említett IMP projektre, vagyis az informatikai migrációs projektre, ami tulajdonképpen az Ingress Oracle migrációt jelentette. Erre ugye azért volt szükség, mert az AKP-ban elkészült, már centralizált módon elkészült alkalmazások. Kiderült az üzemeltetésnél, hogy a napi szakmai működést szinte ellehetetlenítő súlyos problémák merültek fel az üzemeltetésben, amit rövid távon tudtunk kezelni, de hála Istennek és a vezetők bölcsességének ugye döntés született arról, hogy az Ingressről átállunk az Oracle-re. Ezt én mindenképpen, hogy mondjam, tehát a futó úr azt mondta, hogy ez egy egyéves veszteség volt, ez kétségtelenül így van. Viszont a másik oldalról később egy nagy megerősítés adott arra, hogy viszonylag gyorsan is lehet eredményeket elérni. És ugye, hogy mondjam, tehát ebben a projektben 5 alkalmazást gyakorlatilag egy év alatt szöröstől bőröstől újraírtunk. Ez úgy gondolom, hogy azért tehát más oldalról is jelentős volt, mert ebben a projektben sikerült egyrészt ugye megerősíteni azokat, vagy összegyűjteni azokat a kollégákat, akik az APEC részéről részt vettek az AKP-ban, illetve sikerült kulcsembereket a szállítóktól is átcsábítani a Pillér Kft. Újraélesztésével, és ugye ott ezeket az embereket már félpiaci körülmények között lehetett alkalmazni, és igazából az APEC és a Pillér Kft. Innentől kezdve szimbiózisban dolgozott. Arról is szó volt már ugye, hogy vagyis hogy mondjam, tehát nagyon szép emlékképek kerültek kivetítésre arról, hogy az AKP-ban DEC eszközöket vásároltunk. De ugye, hogy mondjam, tehát ezek erre az időszakra már többsebből vérezni kezdtek. Mi is volt ez? Tehát egyrészt a DSM adatbáziskezelő fejlesztése befejeződött, és tulajdonképpen ugye a DEC-et felvásárolta a Compaq, majd őt is később a HP, nem sokkal később a HP, és ez ugye mind a DSM adatbáziskezelőnek, mind pedig hát részben a VMS operációs rendszernek egy kicsit betett. Ugye a DSM fejlesztése megszűnt, az Intersystems vette át, és a különböző MAMS verziók integrálásából létrehozta a Cache nevű adatbáziskezelőt, ami lefelé részben kompatibilis volt a DSM-mel, de mégsem ugyanaz volt. Az operációs rendszerben, ugye, ahogy már említettem, a VMS, a Unix-okkal és a akkor feltörekvő Windows-zal szemben egyre inkább háttérbe szorult, illetve az a platform, ami egyébként technikailag nagyon jó volt, tehát az Alpha, majd később az Itanium,
ugye eléggé korlátozott és drága volt ahhoz képest, amit a piacon mondjuk Unix vagy Linux alapon kapni lehetett. Ezért ugye az AKP örökségeként létrejöttek központi rendszerek, és maradtak a megyei rendszerek, mint ahogy erről már szó volt. Ebben a kettősségben problémát jelentett még az is, hogy a megyei és a központi rendszerek között nagy tömegű adatokat kellett mozgatni, leválogatni, áttölteni, illetve hát ugye duplikálni, és ezek a méretekből kifolyólag nem mindig voltak egy nap alatt kivitelezhetők, ebből kifolyólag bizonyos adatok áttöltésére hetente egyszer, vagy még ritkábban került sor. Ennek az lett a következménye, hogy az ügyintézők különböző rendszerekben az adóalanyokról különböző információkat láttak. Ezt próbáltuk meg részben úgy áthidalni, hogy a CAIF folyószámlakezelő rendszerhez pont Jacsó Tamás kollégám közelműködésével létrehoztunk egy online lekérdező felületet, ami a DSM menürendszerbe beintegrálva, és olyan népszerű volt, hogy tulajdonképpen a megszűnéséig az egyik legnépszerűbb szolgáltatás volt, és nem is tudták az ügyintézők, hogy ez a CAIF-ból jönnek az adatok. Ugye ebből kifolyólag kérdésként merült föl, hogy centralizálás, decentralizálás, Unix vagy VMS, Oracle vagy Caché. Ezeknek a műszaki kérdéseknek az eldöntésére, megalapozására jött létre a döntés előkészítő pilotprojekt, a DEP, amely a dián látható alprojektekből állt. Ezekből ugye a további történet szempontjából a DSM Oracle migrációs pilot a legfontosabb, de azért néhány szót szólnék előtte a többiről is. A DSM Caché migrációs projektben a kollégák nem egy adott rendszert, meglévő rendszert, vagy annak elemeit valósították meg, hanem a Caché újdonságait próbálták meg bemutatni kisebb példákon keresztül. Egyébként ennek a projektnek az egyik legnagyobb novuma az adatszótár létrehozása volt. Ugyanakkor viszont ebből a munkából nem lehetett következtetéseket levonni az esetleges migráció erőforrás és időszükségletére. A centralizációs hálózati vizsgálatok azért merültek föl, hogy a megyei szervereket be lehetett telepíteni a központba. Miért is merült föl ez a kérdés? Azért, mert ugye, ahogy mondjam, tehát a központi szerverparkkal a logisztika, a menedzsment, az upgrade-ek és a szervízhálózat, tehát minden egyszerűsödött volna. És ugye ez a centralizációs hálózati vizsgálati alprojekt mutatta meg legelőször és legintenzívebben azt az emocionális ellenállást, ami a megyékben ez ellen a projekt ellen irányult. Olyan mértékig, hogy ugye a vizsgálatok alatt CD-másolásokat végeztek a kollégák, illetve a záró dokumentumban pedig ugye olyan nem egészen ördögtől valóan, tehát azért a mérnöki munkában ismerjük, hogy a túltervezés az egy fontos dolog. Ugyanakkor ugye olyan mindenféle mágikus számokkal szorozták meg a terheléseket a kollégák, és úgy hozták ki a szükséges sávszélességeket. Említenék még egy alprojektet innen, a DSM ODBC tesztelését. Erre azért volt szükség, mert a ígéretet tett az informatika a megyéknek az önkiszolgáló BI képességek biztosítására, és mivel hogy a DSM adatbáziskezelő az egy multidimensionális NoSQL adatbáziskezelő volt, a core BI eszközei nem voltak képesek ezt direktben kezelni.
és ezért kellett egy ODBC, kellett volna egy ODBC drivert illeszteni hozzá. A DEV fejlesztő eszközökről csak annyit, hogy a végül a döntés az ugye az Oracle Designer és Developer párosnak a használata volt, amit már az IMP projektben is használtunk. Ennek az a előnye megvolt, hogy itt a Designerből bizonyos programrészeket, főleg a képernyős alkalmazásokat generálni lehetett, ellentétben az AKP által használt eszközzel. És akkor szóljunk egy kicsit részletesebben a továbbiak szempontjából fontos DSM Oracle migrációs pilotról. Ebben a kollégák elkészítették az árrendszer, vagyis az eljárási rendszer teljes logikai és fizikai rendszertervét Oracle környezetre. Oracle eszközökkel megvalósították a mulasztási bírság modult, és ezt beépítették, beintegrálták az Oracle, a működő Oracle DSM környezetbe. Létrehoztak ugye általánosított interfész eljárásokat, amik nagyon fontosak voltak a későbbiek folyamán, hogy a migrációt lépésről lépésre részleteiben tudjuk végrehajtani, illetve ugye ezzel csökkentették a projektek, későbbi projektek kockázatait, és folyamatosan fent tudtuk tartani a rendszerek közötti kommunikációt és integritást. Általános iránymutatást adott a megvalósítás módjára, és újrafelhasználó komponenseket készített. Ilyen volt a iratgenerálás, illetve a már említett interfészek. Nagyon fontos volt még, ami az ábráról lemaradt, hogy megvalósították az online könyvelést, ami ugye, hogy mondjam, tehát az előzőekkel szemben ugye naponta batch feldolgozással zajlott. Ezzel is a feldolgozás gyorsítható lett volna. Fölvetődött a projekt kapcsán, hogy, mert ez igazából ebben az alprojektben egy ténylegesen bevezethető alkalmazás modul született meg, fölvetődött ennek a bevezetése. Sajnos nem tudom, már nem emlékszem rá, hogy mi volt az oka, hogy erre nem került sor. Mindenesetre azt hiszem, hogy a későbbiek fényében talán hiba volt, vagy kár volt, mert a lelkesedés és a lendület egy kicsit megtört ezáltal. Minden esetre ugye, hogy mondjam, tehát ezek az eredmények meggyőzték a vezetést, és elnök helyettes úr döntést hozott arról, hogy a stratégiában, ugye stratégiai kérdésekben, és ezekből az következett, hogy az igazgatósági rendszerek áttervezésére és átírására kerül sor központosítottá. Az új rendszerek már központi Oracle Unix platformon valósulnak meg, és a DSM környezetben már csak karbantartás lehetséges. Ezeknek a döntéseknek az apró pénzre váltására, illetve előkészítésére született meg az IRCA 1 projekt, aminek a dián látható alprojektjei voltak, és a következő dián látható fő termékek születtek meg. Ebből a legfontosabb ugye az alkalmazások munkacsoport vagy alprojekt volt, amelyik ugye közvetlenül készítette elő a tovább lépés lehetőségét. 81 meglévő decentralizált, vagyis hát igazából nem csak decentralizált, hanem a centralizált alkalmazásokat mérték föl. Adattartalom, funkciók és kapcsolatok szempontjából, és ezt 11 csoportban gyűjtötték össze, konszolidálták. Ezekből
létrehoztak egy úgynevezett alkalmazáspiramist, fölépítettek egy alkalmazáspiramist, ami azért volt fontos, mert megmutatta, hogy mely alkalmazásokkal kell, illetve lehet kezdeni a migrációt, és mely alkalmazások, amelyiknek fejlesztése párhuzamosítható. És akkor ugye ennek hatására, vagy az eredmények továbbfejlesztésére létrejött az IRCA 2 már program, aminek a céljai láthatók a dián, ezeket talán nem ismételném el. Az IRCA 2 programnak egy része ugye üzemeltetési jellegű projektekből állt. Ezek azt mondhatom, hogy lényegében mind sikeresek voltak. Ezek hatására létrejött egy központi, jól üzemeltethető és több telephelyes katasztrófatűrő Unix Oracle infrastruktúra. A Microsoft AD és Metacimtár bevezetésével pedig létrejött egy olyan jogosultsági infrastruktúra, aminek a végén ugye a személyügyi rendszerrel összekötve, gyakorlatilag azt hiszem, hogy abban a korban eléggé unikálisan, valós időben a személyügyi rendszerből lehetett jogosultságokat osztani, megszüntetni, illetve módosítani. Egy későbbi leépítésnél nem biztos, hogy ez olyan nagyon jól esett a kollégáknak, de gyakorlatilag olyan percek alatt, vagy hogy mondjam, tehát mire reggel bejöttek és megkapták a felmondó levelöket, addig a jogosultságaik elvételre is kerültek. Ez azt hiszem leginkább csak az üzleti világban volt akkoriban lehetséges. Emellett létrejött a munkaállomások távmenedzsmentjének és a szolgáltatás menedzsmentnek létrejöttek az alapjai, kialakításra került a helpdesk. A fejlesztési projektekről. Az első ilyen, tehát ugye a alkalmazás piramis aljával kezdtük a fejlesztéseket. Az első volt a közös kódtár, közös funkciók és metaadat nyilvántartás, ennek a rövid neve volt a MUK. Ebből az első kettőt talán sikeresnek mondhatjuk. A metaadat nyilvántartás viszont annak ellenére, hogy Halasi Béla és Bana István elismert adatmodellezési szakértők bevonásával dolgoztunk a projekten. A feltöltés, adatfeltöltés és karbantartás nehézsége, illetve óriási humán erőforrás igénye miatt ez az alkalmazás végül is nem került bevezetésre. Azóta is többször nekifutottunk a dolognak. A másik fontos alappillér volt az adóalanyilvántartás ANK, amiben egyébként a modellezési részről Halasi Béla szintén részt vett. Ennek a legnagyobb újdonságai a partner fogalom és a partner nyilvántartás bevezetése, ami azt jelentette, hogy az addig széttagolt M, E, S, O, C és mindenféle egyéb rövidítésű bankok összevonásra kerültek, és egységes partner nyilvántartás alakult ki. Létrehozásra került a történetiség kezelése, a pillanatfelvétel lehetősége, ugyanakkor ugye a másik fontos lépés volt a címek kezelése, amiben a tagolt címek létrehozása volt az egyik fontos, a másik a címosztályok képzése, ugye például a külföldi címek, postafiók kezelése, a helyrajzi számok kezelése, másrésztről pedig a különböző címtípusoknak az összekapcsolása, úgy mint levelezési cím, telephely,
a bevallásban megjelenő címek, a levelezésen megjelenő címek, tehát hogy ezeket a APEC a továbbiakban kezelni tudta. A harmadik, ugye a doku, aminek az újdonságai volt egyrészt ugye az elektronikus dokumentumok, illetve a szkenelt, elektronikussá tett dokumentumok modernizált és egységes kezelése. Ugyanakkor ugyanígy a számozott és a hagyományos ügyiratoknak az egységes kezelése, illetve a ügyek és iratok kezelésében újdonságokat hozott, hogy egy ügyben több alany is szerepelhetett, illetve több ügyhöz is tartozhatott ugyanaz az irat, és még néhány ehhez hasonló újdonság. Az eljárási rendszerről nem beszélnék, mert arról már az előkészítő pilotban szó volt. Az elektronikus adóbevallásról Jacsó Tamás kollégám beszélt. Az adattárházról meg, hát ugye a későbbiekben remélhetőleg szó lesz. A teljesség kedvéért föltettem a diákra a szervezeti projekteket is, ezekre most időhiányában nem térnék ki. És akkor néhány szót a nehézségekről, a projekt értékeléséről. Ugye én megmondom őszintén, elég nehezen éltem meg ezt az időszakot a vártnál lassúbb haladás miatt, annál is inkább, mert ugye ezért tartottam fontosnak, hogy kiemeljem az elején, hogy az IMP projektben 5 alkalmazást végül is egy év alatt szőröstől, bőröstől egy teljesen új technológiával megvalósítottunk, úgy, hogy azért jelentős részben belső erőforrásokból, ez alatt értve a pillért és az adóhivatal informatikáját, illetve hát mindenképpen ugye szükségünk volt az Oracle támogatására, és gyakorlatilag párhuzamosan tanultunk és dolgoztunk. Mindezt egy év alatt, ez 5 alkalmazás volt. A másik ugye, amit fontos kiemelni, hogy a DEP döntés előkészítő pilotprojektben 17 ember munkájával 3 hónap alatt jelentős eredményeket értünk el. Ehhez képest ugye, ahogy mondtam, sajnos a fejlesztések lassan haladtak. Megpróbálom ezt egy kicsit, megérteni, vagy kifejteni, hogy mi lehetett az oka. Először is a belső létszámhiány, ami azt jelentette, hogy a külső erőforrások akkor különböző szállítók révén szerintem megfelelő arányban álltak rendelkezésre, ugyanakkor nem tudtunk megfelelő mennyiségű belső erőforrást mellé allokálni, és ebből kifolyólag az ő hatékonyságuk jelentősen csökkent. A papíron a belső kollégák között volt olyan, aki 100%-os részvétel volt, de a gyakorlatban ilyen kolléga nem nagyon akadt. Aztán ugye abban az időszakban a törvényi változások is felgyorsultak, illetve a majdan említése vagy kifejtése kerülő ugye szervezet átalakítási projekt egyik hátulütőjeként, ugye nagy mértékben, meg hát a hála a központi szakfőosztályoknak, ugrásszerűen megnőtt a megrendelések, belső megrendelések száma, amik ugye érthetően prioritást élveztek a migrációs projekttel szemben. Ugyanígy ugye azt hiszem, hogy aztán így nem hangzott el, de a migrációs projektben korlátozott volt az újdonságok
megjelenése, és nem adtunk tágteret a szakfőosztályoknak az elképzeléseik megvalósítására. Emiatt ugyan mind a szakfőosztályok, mind a megyék részéről, tehát az igazgatóságok részéről, a végfelhasználók részéről voltak koordinátorok minden projektben. A lelkesedés és az együttműködés viszont nem volt annyira jelentős. Ezt egyébként egy karácsonyi ünnepség vagy összejövetel alkalmával az egyik igazgató úr szóvá is tette nekem. Ugye a másik ilyen a párhuzamos karbantartás, fejlesztés az Oréklubben, illetve a Kaséban, ami ugye erőforrásokat vont el szintén, ami tovább lassította a projektet, és így igazából a kígyó a farkába harapott, és egy ördögi körbe kerültünk. Ennek az lett a vége, hogy aztán ugye elkerülhetetlenné vált a Kassé DSM átállás, ami hát egy időre leállította a fejlesztéseket. Örömteli volt emellett ugyanakkor, hogy a párhuzamosan futó stratégiai, szakmai stratégiai projektben, az ügyfélcentrikus adóhivatal projektben megfogalmazott fejlesztési igények tulajdonképpen IRCA konformak voltak. A később említhető, vagy említésre, vagy kifejtésre kerülő szervezet átalakításnak lettek volna olyan pozitív hozadékai, hogy ugye nagyobb létszámmal tudtunk volna a fejlesztéseknek nekiállni. Ezt ugye a időközben létszámleépítés, a kollégák helykeresése, illetve ugye, hogy mondjam, tehát a szükségessé váló vagy oktatás időigénye, ugye igazából ebben a tekintetben hátráltató tényező volt. Itt megpróbáltam bemutatni, hát ugye az adott keretek közötti lehetőségekkel a résztvevőket, a projekteket és a projektvezetőiket, de azt hiszem mindenképpen köszönet illet minden kollégát, azt a számtalan kollégát, akik ebben a nagy munkában részt vettek. Hát ugye felsorolhatatlan számú ember. És azért itt ragadnám meg az alkalmat, hogy azért az Oracle DSM, vagy az DSM-Oracle migráció mellett azért mindenképpen megemlékezzem azokról a kollégákról, akik a DSM világot menedzselték és karbantartották. Ebből sok kollégát ki lehetne említeni, többen szerepelnek is ezen a szlájdon, de essen szó azért Sörös Géza kollégánkról, aki végül is ilyen egyszemélyi one-man show-ként ugye a vállán vitte a DSM-es környezet, Kassés környezet üzemeltetését, és hát ennek kapcsán azért megemlíteném, hogy a reinkarnációja pedig Szabó Gábor kollégánk az Oracle környezetben, illetve még megemlíteném Horváth Zoltán kollégámat, akinek a DSM Kassé migrációban voltak érdemei. Az ő érdeme, hogy a DASEL alkalmazás generátort gyakorlatilag portolni tudtuk a Kassé környezetben, és ezáltal lehetővé vált, hogy gyakorlatilag változtatás nélkül fussanak a programok Kassé környezetben. Az utóélete kapcsán mindenképpen meg kell jegyeznem,
hogy úgy gondolom, hogy az IRCA projekt és program nélkül az APEC régiósítása, illetve újramegyésítése nem lett volna olyan szinten megvalósítható, mint ahogy ezeknek a projekteknek a hozatékaként megvalósítható volt. Emellett azok a szervezeti módosulások, munkaszervezési megoldások, amik már az AKP-ban megszülettek, de az IRCA program és projekt kapcsán lépésről lépésre a tapasztalatok alapján módosultak, azt hiszem mind a mai napig fönnmaradtak. Tehát így vagy úgy, de projektiroda volt és van a hivatalban, az informatikán működik a minőségbiztosítás, és eléggé gyakorlati módon, ezt mint külső szállító résztvevője másik oldalról is megtapasztalhattam, illetve ugyanígy működik a szolgáltatás menedzsment és a helpdesk. Ugye az évek során mind a hogyha búvópatakként is, de a migráció folytatódott, illetve számtalan központosított oréklő alkalmazás keletkezett. Ezekből ugye mára 2023-ra mintegy 300 OLTP alkalmazás működik. Az adattárházban körülbelül mintegy 30 DV és megszámlálhatatlan, tehát itt egy kis túlzással közelíti a végtelent az adatpiacok száma, és ugye összességében mintegy 800 terabájt adatot kezelnek, és hát az utolsó CASH és DSMS modulok, a revíziót támogató alkalmazás tervezett kivezetési határideje jelenleg 2024. És hát köszönöm a figyelmet. Kedves kollégák, folytatnánk a rendezvényt, és én tennék egy-két kommentet, mert nem akartam itt a szünet előtt megtenni őket. Ez elsősorban az APEC akadályoztatásáról fog szólni, hogy miért akadályozta a pénzügyminisztérium az APEC működését. Ez nem egy világos dolog. Kezdhetem az elnökös adóbevallással, hogy egyszer csak fölhívtak bennünket, most engem hívott fel a miniszter, hogy nem adja meg az 500 millió forintot, ami be volt tervezve, és azt a ügyfélszolgálatra és a háttértárolóknak, a háttérrendszereknek a fejlesztésére szántuk. Közötte, hogy csináljunk, amit akarunk. Na most a dolgot úgy oldottuk meg, hogy belmentünk a EU-s kapcsolatokért felelős tárca nélküli miniszterrel, hogy legyen szíves, szerezzen nekünk 500 millió forintot az EU-ból, és szerzett. Mégpedig egy 50 milliós tételt, ami a kisvállalkozások támogatására szólt, azt megemelte 550 millióra, úgyhogy abból 500 az APEC-é volt, azzal, hogy legalább 50 ezer kivállalkozást fogunk elérni elektronikus adóztatásra. Hát látszott az eredmény, hogy azért millió lett belőle. De én nekem azt állítom, hogy a IRCA-nak a kicsit szétverése, az szintén a pénzügyminisztériumnak köszönhető, mikor államtitkár úr követelte, hogy az egyébként heti és havi adatszolgáltatást biztosító DSM rendszerek adjanak napi adatszolgáltatást. Ezzel aztán el kellett kezdeni a DSM rendszereknek a fejlesztését, a kollégák egy részét el kellett vonnia az IRCA fejlesztésből, és oda kellett őket tenni a DSM-re, és a határidők elkezdtek csúszni. Úgyhogy sokan azt gondolnák, hogy egy APEC-et, egy pénzügyminisztérium azért leginkább támogat, de azért például el tudom mondani, hogy 2003-ban nem volt költségvetése az APEC informatikájának, és hogy
karácsonyi szilveszter között Hajdúszoboszlón a élménypark öltözőjében egyeztettünk a illetékes államtitkár titkárnőjével, hogy az előkészített szerződések közül melyeket tudják aláírni, és alá is írt a főnöke nevében aláírás bélyegzőjével. Szóval azért azt gondolom, hogy ezek nem teljesen normális dolgok, és szóval azért ez némileg tragikus, hogy úgy mondjam. És azért hagyd mondjam el, hogy amit kimaradt, ugye mondtuk, hogy a ingress, oracle, migrációt nem későn kezdtük el. Hát az iradóhivatal, amikor megtudta az ottani infatkövezetés, hogy mi ezt csináljuk, akkor azonnal azt kérték, hogy a felügyelőbizottságokra beszéljünk, mert ők is szeretnének áttérni az ingresszől, de az ingresszt az írek fejlesztik, nem engedik nekik. Úgyhogy vegyük rá őket, hogy hagyj engedjék meg nekik, hogy fejlesztve áttérjenek az oréklőre. Szóval azért az igazság, hogy voltak érdekes háttérmozgások, ami nem tudom, hogy ez egy normális körülmények között, ennek így kellett volna lennie.